9. fejezet A gyűlés Az életem némi formába rendeződött, még ha nem is szigorú napi rendbe. Hajnalban keltem, a kastély többi lakójával a nagy teremben reggeliztem, majd ha Mrs. Fitz nem küldött hozzám pacienst, munkához láttam a hatalmas kastélykertben. Több másik nő is dolgozott ott rendszeresen egy seregnyi különböző korú fiatal fiú segítségével, akik jöttek-mentek, elszállították a szemetet, szerszámokat és trágyát hoztak, vittek. Napközben általában ott dolgoztam. Vagy néha bementem a konyhába, hogy segítsek előkészíteni egy frissen leszedett adag zöldséget az étkezéshez, vagy az eltevéshez, ha csak valami sürgős eset vissza nem szólította lébecolóba, ahogy a néhai bíta rettenetes szobáját elneveztem. Egyszer-egyszer elfogadtam elek meghívását, és ellátogattam az istállóba, vagy a legelőre, ahol élvezettel figyeltem, ahogy a lovak csomókban vetik le a téli bundájukat, majd növesztenek újat és fényeset a tavaszi fűből. Voltak esték, amikor rögtön vacsora után aludni tértem, kimerülten a napi munkától. Máskor, amikor nyitva tudtam tartani a szemem, csatlakoztam a nagyteremben teremben gyűltekhez, hogy meghallgassuk az esti történeteket, dalokat, vagy a hárfa és dudazenét. Órákig bírtam hallgatni Gvillint, a Velszi bárdot, aki annak ellenére lenyűgözött, hogy egy szót sem értettem abból, amit mondott. Ahogy a kastély lakói kezdték megszokni a jelenlétemet, és én is az övékét, néhány nő visszafogott baráti közeledést tett felém, és bevonta beszélgetésekbe. Látszott, hogy nagyon kíváncsiak rám, de az érdeklődésüket azzal a történettel válaszoltam meg, amit Kolumnak elmondtam, és egy idő múlva elfogadták, hogy csak ennyit tudhatnak meg. Amikor kiderült, hogy értek egy kicsit az orvosságokhoz és a gyógyításhoz, akkor még kíváncsiabbak lettek, és kérdezgetni kezdtek, hogyan kúrálják ki a gyereküket, a férjüket és az állataikat. Az utóbbi kettő között gyakran nem téve fontossági különbséget. A szokásos kérdéseken és plegykákon kívül gyakran megemlítették a közeledő gyűlést, amiről elektől hallottam a legelőn. Úgy vettem észre, ez fontos esemény lesz, amit az előkészületek mértéke is megerősített. A konyhákba özönlött az élelmiszer, és húsznál több megnyúzott állat lógott a mészárszékben illatos füst mögött, ami távol tartotta a legyeket. Több szekérderék hordó érkezett, és került le a kastély pincéjébe. Zsák számra hordták fel a finomra őrölt lisztet a falu malmából a sütéshez, és naponta takarították be a kosárnyi cseresznyét és barackot a kastély fala melletti gyümölcsösből. A kastély más fiatal hölgyeivel együtt engem is meghívtak az egyik ilyen gyümölcsszüretre, amit örömmel el is fogadtam, boldogan, hogy kikerülök a kőfalak sötét árnyéka alól. A gyümölcsös gyönyörű volt, és nagyon élveztem a sétát a skót párájában, az éling színű cseresznyék és sima, telt sárga barackok nedves levei között tapogatózva, a gyümölcsöket óvatosan megnyomkodva, hogy elég érettek-e már. Csak a legszebbeket szedtük le, és raktuk a kosárba, illatos halomba, miközben annyit tömtünk magunkba, amennyi csak belénk fért. A maradékot megbehortuk, hogy rétesek és piték készüljenek belőlük. A kamra hatalmas polcai roskadoztak a süteményektől, a szeszes illatoktól, a sonkáktól és egyéb finomságoktól. Általában hányan jönnek el a gyűlésre? Kérdeztem Magdalentől, az egyik lánytól, akivel összebarátkoztam. Elgondolkodva ráncolta Pisze, szeplős orrát. Nem tudom pontosan. Legutóbb húsz éve tartották a gyűlést Liochban, és akkor talán olyan kétszázan jöhettek el. Tudod, amikor az öreg Jacob meghalt, és Kolum lett a földesúr, Idén többen is lehetnek. Jó volt a termés, és a népek sokat félre tudtak tenni, úgyhogy el tudják hozni a feleségüket és a gyerekeiket is. A gyűlés hivatalos programjai, a felesküvés, a vaddisznóvadászat és a vetélkedők csak néhány nap múlva kezdődtek, de már megérkeztek az első vendégek a kastélyba. Az illusztrisabb vendégeket magában a kastélyban szállásolták el. Még a szegényebb fegyveresek és zsellérek egy táborban kaptak helyet, lent a patak mellett. A vándorbádogosok, cigányok és árusok egy rögtönzött zsibvásárt állítottak fel a kastély hídja mellett. Esténként mind a kastélybeliek, mind a közeli falu lakói elkezdtek odalátogatni az elvégzett munka után, hogy szerszámokat és egyebeket vásároljanak, megnézzék a zsonglőröket és meghallgassák a legfrissebb plegykákat. Igyekeztem rajta tartani a szemem az érkezőkön és a távozókon, és gyakran lelátogattam az istállóba is a legelőre. Most már rengeteg ló volt ott, a kastélyban elszállásolt vendégeké. Úgy véltem, a gyűlés sürgés forgásában nem lesz nehéz megejtenem a szökésemet. Az egyik gyümölcsszedő kiránduláson találkoztam először Géli nel Találtam egy kis telep légyülő galócát az éger gyökerei alatt, és továbbiakat kerestem. A skarlát gombafejek kis csoportokban nőttek, egyben csak négy-öt volt, de a gyümölcsösnek ebben a részében rengeteg telep volt elszórva. A szüretelő nők hangja egyre halkabbá vált, ahogy a gyümölcs széle felé haladtam, guggolva vagy négy kézlábra állva, hogy betakarítsam a gombákat. Azok mérgezőek! szólalt meg mögöttem egy hang. Felegyenesedtem a galócák mellől. Eközben alaposan belevertem a fejem az ágakba, amelyek alatt hajlongtam. Ahogy kitisztult a látásom, egy kacagó, magas, fiatal nőt pillantottam meg, aki talán pár évvel lehetett idősebb nálam. Világos volt a haja és a bőre, és neki volt a leggyönyörűbb zöld szeme, amit valaha láttam. Ne haragudj, hogy kinevettelek, Kért bocsánatot, miközben botladozva lesétált a mélyedésbe, ahol álltam. Nem tudtam visszafolytani. Gondolom, viccesen nézhettem ki. Feleltem esetlenül, a fejemet dörzsölve. És köszönöm a figyelmeztetést, de tudom, hogy ez mérges gomba. Ja, tudod? És akkor kit akarsz eltenni lábalól? Talán a férjedet? Szólj, ha sikerül, és akkor én is kipróbálom a sajátomon. A nő mosolya ragadós volt, és azon kaptam magam, hogy visszavigyorgok rá. Elmagyaráztam neki, hogy bár a gomba nyersen tényleg mérgező, de kiszárítva és megőrölve nagyon hatékony a vérzés elállításában, külsőleg alkalmazva. Legalábbis Mrs. Fitz ezt mondta, én meg jobban bíztam benne, mint Beaton kézi könyvében. Milyen érdekes, felelte a nő még mindig mosolyogva. És azt tudtad, hogy ezek meg... Hajolt le, és szedett egy maréknyi kis kék virágot, amelynek szív alakú levelei voltak. Elindítják a vérzést. Nem, feleltem meglepve. Miért akarna bárki vérezni? A nő erőltetett türelemmel nézett rám. Hogy megszabaduljon egy nem kívánt gyerektől, Ettől elindul a vérzés, de csak akkor, ha korán használják. Ha túl későn, akkor téged is megölhet a gyerekkel együtt. Úgy tűnik, te sokat tudsz erről, jegyeztem meg, mert még mindig fájt, hogy ostobának tűntem. Egy kicsit. A falusi lányok időnként eljönnek ilyen dolgokért, és néha a férjezet nők is. Azt mondják, boszorkány vagyok, Nyitotta nagyra a szemét, megjátszott elképedéssel. Aztán elvigyorodott. De a férjem a környék vizsgáló bírója, úgyhogy nem merik hangosan mondani. És a fiatalember, akit magaddal hoztál, folytatta elismerően bólogatva. Nos, ő vett tőlem pár szerelmi bájitalt. Ő a tiéd? Az enyém. Ki? Jamie-re gondolsz? Döbbentem meg. A nő vidáman mosolygott. Leült egy rönkre, és szőke haját szórakozottan csavargatta az ujja körül. Ő, igen. Sokan kapva kapnának egy ilyen fickón, ilyen szemekkel és hajjal, függetlenül attól, mennyit tűzte ki a fejére, vagy hogy van-e pénze. Persze az apjuknak biztos más a véleménye. Én viszont, tette hozzá a messzeségbe bámulva, én gyakorlatias típus vagyok. Olyanhoz mentem férjhez, akinek szép háza van, félretett pénze és jó állása. Ami a haját illeti, az nincs neki, és ami a szemét. Nem is tudom milyen, de nem is gondolkozom rajta. Kinyújtotta elém a nála lévő kosarat. Négy duzzad gyökér lapult az aján. Máj vagy gyökér, magyarázta. A férjemnek időnként megfájdul a hasa, úgy fingik, mint egy ökör. Úgy véltem jobb, ha ezt a szálat most leállítom, még mielőtt elszabadulna. Nem mutatkoztam még be. Nyújtottam a kezem, hogy felsegítsem a rönkről. Claire vagyok. Claire em A kéz, ami megfogta az enyémet, karcsú volt hosszú és elkeskenyedő fehér újjakkal, bár feltűnt, hogy az új foltosak, valószínűleg a máj vagy mellett lapuló hajtásoktól és bogyóktól. Tudom, ki vagy, felelte a nő. A faluban mindenki rólad beszél, mióta megérkeztél a kastélyba. Az én nevem Géli, Géli Duncan. A kosaramba pillantott. Ha gyilkos gombát keresel, akkor megmutatom, hol nőnek leginkább. Elfogadtam az ajánlatát, és egy darabig a gyümölcsös kert melletti völgyben kószáltunk, rohadt gyökerek után kutatva, és csillogó, lapos foltokat kerülgetve, amelyekben az apró, mérges gombák burjánzottak. Géli nagyon ismerte a helyi növényeket és a gyógyászati felhasználásukat, bár mesélt olyanokról is, amelyeket enyhén szólva megkérdőjelezhetőnek találtam. Például nagyon valószínűtlennek tűnt, hogy az erdei lóromtól bibircsók nőne az ember riválisának az orrára, és azt is erősen kétlettem, hogy a tátikától a varangyok galambá változnának. Géli ezeket huncut pillantással magyarázta, ami arra utalt, hogy a tudásomat vagy a boszorkányságba vetett hitemet teszi próbára. Az ugratások ellenére kellemes társaságnak találtam, szellemes volt és vidám, noha egy kissé cinikus életfelfogással. Úgy tűnt mindent tud, amit a faluban vagy a kastélyban bárkiről tudni érdemes, és a felfedező útjainkat olyan megállók tarkították, melyek során a férje gyomorbajával szórakoztatott, vagy rosszindulatú plegykákról tájékoztatott. Pedikularis canadensis, azt mondják, az ifjúhem is nem az apja fia, jelentette ki egyszer csak Kolum elsőszülött gyermekéről, a vöröshajú nyolc évesről, akivel vacsoránál találkoztam a nagy teremben. Ez a plegyka nem lepett meg túlzottan, mivel megvolt a dologról a saját véleményem. Csak azt találtam furcsának, hogy pusztán egy megkérdőjelezhető származású gyermek van a családban, ami arra utalt, hogy letése vagy nagyon szerencsés, vagy elég okos volt ahhoz, hogy időben meglátogassa a géli féléket. Sajnálatos módon, ezt közöltem is Gélivel. Ő hátra vetette hosszú szőke haját, és felnevetett. <laughs> nem, nem engem! A szép letésának nincs szüksége segítségre ilyen ügyekben, ezt elhiheted. Ha az emberek boszorkányt keresnek a környéken, akkor jobb, ha a kastélyban teszik, mint a faluban. Igyekeztem gyorsan valami biztonságosabb témára váltani, és belekapaszkodtam az első gondolatba, ami felmerült bennem. Ha az ifjú hem is nem kolumfia, akkor kié? kérdeztem, miközben átmásztam egy csomó kövön. Természetesen a fiúé, Fordult felém géli, gúnyosan elhúzott szájjal, és huncutul csillogó zöld szemekkel. Az ifjú Jamie-é Amikor visszasétáltam magamban a gyümölcsös kertbe, Magdalennel találkoztam, akinek kibomlott a haja a kendője alatt, és tágra nyílt a szeme az aggodalomtól. Ó, oh, hát itt vagy! Sóhajtott meg könnyebbülten. Már elindultunk vissza a kastélyba, amikor észrevettem, hogy eltűntél. Kedves tőled, hogy visszajöttél értem, mondtam, miközben felvettem a kosár cseresznyét, amit a fűben hagytam. De ismerem az utat. Magdalen megrázta a fejét. Óvatosabbnak kellene lenned, és nem az erdőben kószálnod, amikor bádogosok és a gyűlésre érkező vendégek járnak erre. Kolom kiadta, hogy ezzel hirtelen elhallgatott, és a szájára csapta a kezét. – Hogy tartsanak szemmel? – kérdeztem kedvesen. Magdalen vonakodva bólintott, láthatóan attól tartva, hogy megsértődöm. Vállat vontam, és próbáltam megnyugtatóan mosolyogni. – Nos, gondolom ez természetes – feleltem – Végtére is, csak az én szavam bizonyíték arra, hogy ki vagyok, és hogy kerültem ide. A kíváncsiság legyőzte a jobbik eszemet. Szerinte ki vagyok? kérdeztem. De a lány csak a fejét rázta. Angol vagy. Csak ennyit mondott. Másnap nem mentem vissza szüretelni, nem azért, mert rám parancsoltak, hogy maradjak a kastélyban, hanem mert váratlanul ételmérgezés tört ki a kastély lakói között, ami miatt szükség volt az orvosi jelenlétemre. Miután megtettem a tőlem telhetőt a gyengelkedőkért, neki láttam kideríteni, mi okozhatta a gondot. Mint kiderült, egy darab romlott marhahús volt a ludas a mészárszékből. Másnap ellátogattam oda, és jól kiosztottam a füstölő vezetőjét a hústartósítás módjaival kapcsolatban, amikor hirtelen kitárult mögöttem az ajtó, vastag hullámban eresztve rám a folytogató füstöt. Könnyező szemekkel arra fordultam, és Dougal mekenzit láttam tornyosulni a faszén füst felhőiben. Most már a hentes munkát is maga felügyeli, nem csak a gyógyítást, asszonyom, kérdezte gúnyosan. Nem sokára az egész kastélyt az uralma alá hagyja, és Mrs. Fitz kereshet új állást. Nem áll szándékomban semmit sem kezdeni ezzel a piszkos kastélyjal. Csattantam fel, miközben a szememet törölgettem, széncsékokat szerezve a zsebkendőmre. Én csak el akarok tűnni innen, amint lehet. Dougal udvariasan megdöntötte a fejét, továbbra is vigyorogva. Nos, lehet, hogy ezt a kívánságát teljesíthetem, hölgyem. Felelte. Legalábbis egy időre. Elejtettem a zsebkendőt, és rámeredtem. Ezt hogy érti? Dugöl elköhögte magát, és elhesegette a füstöt, ami már felé szállt. Kihúzott a füstölőből, és az istállók felé indult velem. Nem azt mondta tegnap Kolumnak, hogy betonik a fűre, és egyéb gyógynövényekre van szüksége? De igen, hogy pótoljam az ételmérgezés miatt kiürült készleteket. És? Kérdeztem gyanakodva. Dugar jóindulatúan vállat vont. Csak annyi, hogy most megyek le a kovács műhelybe, ahol három lovat kell megpatkoltatnom. A vizsgálóbíró felesége olyan füves és vannak készletei. Biztos akad benne olyasmi, ami magának kell. És ha szeretné, hölgyem, lejöhet velem az egyik lovon a faluba. A vizsgáló bíró felesége, Mrs. Duncan. Azonnal jobb kedvre derültem. A lehetőség, hogy megszökhetem a kastélyból, még ha csak rövid időre is, ellenállhatatlanul vonzott. Gyorsan megtörölgettem az arcom, és bedugtam a piszkos zsebkendőt az övembe. Menjünk, mondtam. Nagyon élveztem a rövid lovaglást a Krénzmúr nevű faluig, bár sötét, felhős napunk volt. Maga dugol is jó kedvűnek tűnt, és kellemesen csevegtünk és viccelődtünk útközben. Először a kovács műhelynél álltunk meg, ahol ott hagyta a három lovat, engem pedig maga mögé emelt a nyerekbe a High Streetig, házáig. Az épület egy négyszintes, félig fából készült ház volt, az alsó két szintjén elegáns ólomüveg ablakokkal. Gyémánt formájú lapok voltak, lila és zöld víz színekben. Géli vidáman üdvözölt bennünket, megörülve a társaságnak egy ilyen borús napon. – Milyen nagyszerű! – kiáltott fel. – Már régen át akarom nézni a készleteimet, és kiselejtezni belőle pár darabot. – En, egy alacsony, középkorú, aszaltalma arcú szolgáló bukkant fel egy ajtón keresztül, akit addig nem vettem észre, mert a kémény mögött bújt meg. Vitt fel klerasszonyságot a, a konyhába! – utasította Géli, és hoz nekünk egy vödör forrásvizet. A forrásról, ne a kútról a téren. Ezzel dugölhöz fordult. Megvan a tonik, amit a bátyjának ígértem. Kijönne velem a konyhába egy pillanatra? Követtem a szolgáló sütőtök formájú hátsóját felfelé, egy keskeny falépcsőn, ami váratlanul ért véget egy hosszú levegős helységben. A ház többi részével ellentétben itt táblás ablakok voltak, amiket most becsuktak a nedvesség miatt, de még így is több fény szűrődött be rajtuk, mint a divatosan félhomályos szalomba odalent. Látszott, hogy Géli ért a füvekhez, a helység hosszú, gézzel bevont szárító keretekkel volt felszerelve, kampókkal a kis tűzhely felett az aszaláshoz, és nyitott polcokkal a falak mellett, amelyekbe lyukakat fúrtak, hogy szellőzzenek. A levegő sűrű volt a szárított bazsalikom, rozmaring és levendula illatától, egy meglepően modern pult futott végig a helység egyik oldalán, amin makulátlanul tiszta mozsarak, mozsártörők, keverőedények és kanalak sorakoztak igen nagy választékban. Eltelt némi idő, mire Géli megjelent, vörösen a lépcsőzéstől, de izgatottan mosolyogva a gyógyfű örlés és plegykálkodás lehetőségétől. Cseperegni kezdett. Vészcseppek hullottak az ablaktáblákra, de a teakonyha tűz helyén kis tűz égett, és nagyon otthonos volt. Rendkívüli mértékben élveztem Géli társaságát, felvágott nyelvű, cinikus nézőpontból közelítette meg a dolgokat, ami frissítő kontraszként szolgált a kastély kedves, szégyenlő asszonyaihoz képest, és elég műveltnek is tűnt egy kis faluban élő nőhöz képest. Ráadásul minden botrányról tudott, ami a faluban vagy a kastélyban történt az elmúlt tíz évben, és végtelen számú szórakoztató történettel szolgált. Furcsa módon rólam is kérdezgetni kezdett. Én azt hittem volna, hogy nem ez a módszere. Amit tudni akar rólam, azt inkább másoktól tudja meg. Egy ideig tudatában voltam az utcáról beszűrődő zajoknak de a vasárnapi misére érkező falusiaknak tulajdonítottam. A templom az utca végén állt egy kút mellett, és a High Street a templomtól a térig futott, ahol legyezőszerűen sétányokra és ösvényekre bomlott. Az odafelé vezető úton azzal szórakoztattam magam, hogy elképzeltem a falu látképét odafentről, madártáblatból, egy csontvászkarként és az ujjaiként, a High Street volt az orsócsont, csont, amellett helyezkedtek el a boltok és a hivatalok, továbbá a tehetősebbek házai. A St. Margaret's Lane, a szink egy keskenyebb utca a High Street-tel párhuzamosan, ami a kovács műhelynek, a cserző műhelynek, valamint a kevésbé névós boltoknak és üzleteknek adott helyet. A falu főtere, ami az általam látott falusi főterektől ellentétben nem négyzet alakú. Volt, hanem hosszúkás. Adta ki a csontokat a kis sétányokkal. Még a kúnyhók sorai jelentették az új csontokat. Dánkenék otthona, a vizsgálóbírónak szentelt ház, a téren állt, Részben kényelmi okokból, részben státuszszimbólumként, A teret fel lehetett használni azoknál az igazságügyi eseményeknél, amik a nagy érdeklődés folytán, vagy jogi szempontból túlléptek Arthur Duncan kis dolgozó szobájának a keretein. És, mint Dugol elmagyarázta, a pellengérhez is praktikusan közel állt, ahhoz a faépítményhez, ami egy emelvényen állt a tér közepén, a fakaró mellett, amit gyakorlatias találékonysággal, korbácsoló oszlopként és zászló rútként is használtak, illetve a lovakat is odakötötték ki, mikor mire volt szükség. Odakint sokkal erősebbé vált a zsivaj, mint amit a miséről hazatérő nyájtól várna az ember. Géli türelmetlen kiáltással lerakta az üvegeket, és kitárta az ablakot, hogy megnézze, mi okozza a botrányt. Amikor csatlakoztam hozzá, egy templomlátogatáshoz öltözött tömeget láttam szoknyában, köpenyben, kabádban és kalapban, amelyet a falu és a kastélypapja, bén atya köpcös alakja vezetett. Egy fiatal, olyan 12 évesnek tűnő ifjút tartott fogva, akinek a rongyai és büdös inge arról árulkodtak, hogy egy zsellérfia lehet. A lelkész a gallérjánál fogva vonzolta a gyereket, amit egy kicsit megnehezített, hogy a kölyök magasabb volt nála. A tömeg kicsit távolabbról követte a párost, elítélően dörmögve, mint egy viharfelhő a villámlás előtt. A felső ablakból figyeltük, ahogy bénatya és a fiú eltűnik alattunk, és bemennek a házba. A tömeg odakint maradt, ott mormogott és lögdösődött. Pár merészebb lélek az ablakhoz dugta az orrát, hogy bekokucskáljon. Géli becsapta az ablakot, elvágva a lenti izgatott zsivajt. Valószínűleg lopás, jelentette ki lakonikusan, miközben visszatért a gyógyfüvekhez. A zsellér gyerekekkel általában ez van. Mi fog vele történni? kérdeztem kíváncsian. Géli vállat vont, miközben a szárított rozmaringot morzsolgatta az ujjai közül a mozsárba. Azt szerintem attól függ, hogy Ártúr savasodik-e ma reggel. Ha jót reggelizett, akkor a gyerek megúzhatja korbácsolással. De ha székrekedéses, vagy a szelek bántják, Húzta el a száját. Akkor valószínűleg elveszti a fülét, vagy a kezét. Belül felháborodtam, de nem akartam fennhangon véleményt nyilvánítani. Én külföldi voltam, ráadásul angol, és bár úgy véltem, a kastély lakójaként némi tiszteletet tanúsítanak irántam, több falusitól láttam, hogy ördögűző mozdulatokat tesznek, amikor rám néznek a beavatkozásom csak rontott volna a fiú ügyén. – És te nem tehetsz semmit? – kérdeztem Gélitől. – Úgy értem, nem beszélhetsz a férjeddel, hogy legyen nagy lelkű? Géli meglepetten pillantott fel a munkájából. Láthatóan fel sem merült benne, hogy beleszóljon a férje ügyeibe. Miért érdekel, hogy mi történik a fiúval? Kérdezte, de kíváncsian, nem ellenségesen. Hát hogy ne érdekelne? Feleltem. Ez csak egy kis fiú, bármit is tett, nem érdemli, hogy egy életre megcsonkítsák. Géli felemelte világos szemöldökét, láthatóan nem győzte meg az érvelésem, de azért vállat vont, és átnyújtotta a mozsarat és a mozsártörőt. Egy barátért bármit mondta a szemét forgatva. Végignézett a polcokon, és kiválasztott egy zöldes üveget, amin finom, döldbetűs írással az állt. Bors ment a kivonat. Megyek, adok belőle Arturnak, és ha már ott vagyok, meglátjuk, mit tehetek a fiúért. De lehet, hogy már késő, figyelmeztetett. És ha az a potrohos pap beleszólhat, akkor a legszigorúbb büntetést fogja kérni, de megpróbálom. Te addig folytasd az őrlést. A rozmaring nagyon szívós. Amikor kiment, megfogtam a mozsarat, és automatikusan őrölni kezdtem, nem igazán figyelve az eredményre. A csukott ablak, az eső és a lenti tömeg zaját is kizárta. A kettő együtt halk, baljós zümmögésé olvadt. Mint a legtöbb iskolás, én is olvastam Dickens-t, és korábbi szerzőket is, akik leírták, milyen kegyetlen büntetéseket szabtak ki akkoriban a gonosz tevőkre, a koruktól és a körülményektől függetlenül. De egy-két évszázad távlatából olvasni a gyermekakasztásokról és a csonkításokról egészen más, mint csendben gyógynövényeket őrölni pár méterrel felette. Vajon képes leszek beavatkozni, ha a fiú ellen döntenek? A mozsárral a kezemben az ablakhoz mentem, és kipillantottam rajta. A tömeg feldagadt, mert a csoportosulást látván a kereskedők és a háziasszonyok is oda gyűltek, megnézni, mi történik. Az újonnan érkezettek odahajoltak a bámészkodókhoz, akik izgatottan osztották meg velük a részleteket, majd beolvadtak a tömegbe, és még több arc fordult várakozva a kapu felé. Ahogy lepillantottam az összegyűltekre, akik türelmesen várakoztak az esőben, hirtelen megértettem valamit. Mint oly sokan, én is döbbenten hallgattam a Németországból kiszivárgó híreket a deportálásokról és tömeggyilkosságokról, a koncentrációs táborokról és emberégetésekről. És mint oly sokan fogják tenni évekig, én is azt kérdeztem magamtól, hogy hagyhatták az emberek, hogy ilyesmi megtörténjen? Biztos tudtak róla, látták a teherautókat, a jövésmenést, a kerítéseket és a füstöt. Miért nem tettek semmit? Nos, most már tudtam. Ebben az esetben még csak nem is élethalál volt a tét, és kolumb védelme valószínűleg megelőzni az ellenem irányuló testisértést de a kezem ólom nehéz lett a porcelán edényen arra gondolva, hogy kilépjek egyedül és védtelenül, hogy szembeszálljak az erős, tisztességes polgárok tömegével, amelyik lelkesen várta a mindennapjaikba szinthozó büntetés és a kicsorduló vér Az emberek ösztönösen nyájkövetők. Az első barlanglakók óta az emberek, szőrtelen, Gyenge, és az eszüket leszámítva védtelen teremtmények úgy élték túl, hogy csoportokba rendeződtek, tudván, mint oly sok préda állat, hogy a tömeg megvéd. És ez a csontokba ívódott tudás húzódik a tömegpszichózis mögött, mert kilépni egy csoportból, egyedül megállni vele szemben, az lehetetlennek bizonyult évszázadokig azoknak, akik megpróbálták. Ez a köznapi bátorságnál többet kíván meg, az emberi ösztönökkel való szembeszegülést. És attól féltem, ez bennem nincs meg, és ettől elszégyeltem magam. Mintha egy örökké valóság telt volna el, mielőtt kinyílt az ajtó, és Géli lépett be rajta a szokásos higgat, nyugodt arc kifejezésével, egy kis darab krétával a kezében. Majd le kell szűrnünk, ha felfőztük, jegyezte meg, mintha egy korábban megkezdett beszélgetést folytatna. Szűrjük át Krétával muszlinon, az a legjobb. Géli, szólaltam meg türelmetlenül. Ne húzd, mi van a zsellér fiúval? Ja, azzal. Géli határozatlanul megrántotta a vállát, de huncut mosoly bujkált az arca körül. Majd felhagyott a színjátszással, és elnevette magát. Látnod kellett volna, kuncogott. Remek voltam, még ha én is mondom. Csupa feleségi alázat és asszonyi gondoskodás Csepnyi anyai ösztönnel. Ó, Artúr, idézte eltúlozva, ha a házasságunk megáldatott volna, amire egyébként Csepnyi esély sincs, amíg marad beleszólásom, vetette le az érzékenység állarcát egy pillanatra, miközben fejével a füves polcok felé intett. – Te hogy éreznéd magad, drágám, ha a mi fiunkról lenne szó? – Kétség kívül az éjség vette rá a fiút a lopásra. – Ó, Artur, nem lesz a szívedben egy kis könyörületre és igazságra? Ezzel levetette magát a székre. Nevetett, és az öklével könnyedén ütögette a lábát. Milyen kár, hogy itt nincs színház. Odakint megváltozott a tömeg hangja, és az ablakhoz léptem, hogy megnézzem, mi történik, ott hagyva az önmagát éltető gélit. Az emberek ketté váltak, és a pap és a bíró között lassan kisétált a zsellér fiú. Arthur Duncan majd kicsattant a jó indulattól, miközben az összegyűltek prominensebb tagjai felé biccentgetett és bólintgatott. Bé nagyja viszont jobban hasonlított egy mogorva krumplira, mint bármi másra. Barna arcáról leritt a megvetés. Kis csoportjuk kisétált a tér közepére, ahol a falu foglára egy bizonyos John McRae lépett elő a tömegből a fogadásukra. Úgy volt öltözve, ahogy a szakmájához illett komoran elegáns, sötét bricsezbe kabátba és szürke bársonykalapba, amit azonnal levett és a kabátja alá rejtett, amint esni kezdett. Nem csak, hogy ő volt, mint korábban feltételeztem, a falu börtönőre, bár időnként ezt a feladatot is ellátta. De a feladatai nagyrészt a járőri, vámvizsgálói és szükség esetén hóhéri teendőkből álltak. Az övéből egy fából készült mérőkanál lógott le, amivel a csütörtöki piacon árult minden egyes zsággabonát megvámolhatta. Ez volt a fizetsége. Mindezt magától a foglártól tudtam meg. Alig pár nappal korábban járt a kastélyba megkérni engem, hogy kezeljem egy megátalkodott bűnöző hüvelykújját. Felszúrtam egy steril tűvel, és nyárfahajtás főzetével borogattam, miközben megrész égyenlősen viselkedett és halkan beszélt, kedvesen mosolyogva. De most nyoma sem volt az arcán a mosolynak. Mekré arca a helyzethez illő szigorúságot tükrözte. Ez érthető, gondoltam, senki nem szereti a vigyorgó hóhérokat. A gazvickót a tér közepén álló emelvényre vezették. A fiú sápatnak és riatnak tűnt, de nem mozdult, miközben Arthur Duncan, Krénzműr vizsgáló bírója méltóság teljesen kihúzta potrohos alakját, és felkészült az ítélet hirdetésre. Mire bementem, a kölyök már vallomást tett, szólalt meg egy hang a fülem mellett. Géli pislogott kíváncsian a vállam felett. Nem tudtam elérni, hogy ejtsék a vádat, de a lehető legkisebb büntetést kapja, egy óra a pellengéren, és egy szög a fülébe. Szög a fülébe? És mihez szögelik? Hát természetesen a pellengérhez, pillantott rám Géli értetlenkedve, de utána visszafordult az ablakhoz, hogy végignézze ezt a könnyű kis büntetést, amit kegyes közbeavatkozásával ért el. A pellengér körül olyan sűrűn tömörültek az emberek, hogy a vádlottból alig látszott valami, de a foglártól egy kicsit elhátráltak, hogy legyen helye a szegbeveréséhez. A fiú holt sápadt, és nagyon apró volt a pellengér fogságában, és mindkét szemét lehúnyta, miközben reszketett a félelemtől. Amikor beverték a szeget, magas, vékony hangon felsikoltott ami még a csukott ablakon keresztül is behallatszott, és én is megborzongtam. Ezután visszatértünk a munkánkhoz, ahogy a nézősereg nagy része is, de időnként egyszerűen muszáj volt kipillantanom. Páran, akik arra sétáltak, megálltak, hogy az áldozatra vigyorogjanak kárőrvendően, és sarat dobáljanak rá. Továbbá egy-egy józanap polgár is szakított pár percet a teendői közepette arra, hogy pár jól megválasztott feddő és okító szóval nemesítse a delikvens lelkét. Még mindig volt egy óra a késő tavaszi nap nyugtáig, és éppen odalent teáztunk a szalonban, amikor az ajtón felhangzó dörömből is jelezte egy látogató érkezését. Aznap olyan sötét, borús idő volt, hogy nem is látszott, merre járhat a nap. De Dánkenék háza egy fali órával dicsekedhetett, egy látványos, dióberakásos, részkarú, kerubkórussal ékes darabbal, és ez az eszköz fél hetet mutatott. A szobalány kinyitotta a szalon ajtaját, és különösebb ceremónia nélkül jelentette be a látogatót. Jamie megtevis, akinek éling színű haját óbronzosra sötétítette az eső, automatikusan lehajtotta a fejét, amikor belépett az ajtón. Egy öreg rongyos kabátot vett fel a zápor ellen, és az egyik hóna alatt egy nehéz, zöld bársonyköpeny szorongatott összehajtogatva. Amikor felálltam és bemutattam neki Gélit, üdvözlően biccentett. Duncan asszonyság, Mrs. Beecham. az ablak felé intett. Látom, volt némi esemény délután. Még mindig ott van? pillantottam ki. A fiú sötét alakja csak a hullámzó szalonablakok torzításán keresztül látszott. Biztosan bőrigázott. Igen, bontotta ki a köpenyt Jamie, és tartotta oda, hogy felvegyem. Kolom úgy gondolta, veled is ez fog történni. Dolgom akadt a faluban, úgyhogy elküldte ezt a köpenyt. Velem fogsz hazajönni. Ez kedves tőle, Feleltem szórakozottan, mert még mindig a zsellérkölykön járt az eszem. Meddig kell ott maradnia? kérdeztem Géli-től. A fiúnak a pellengéren, tettem hozzá türelmetlenül, az értetlen pillantását látva. Ja, hogy neki, ráncolta Géli a homlokát elítélően, hogy ilyen apróságokkal foglalkozom. Egy óráig már mondtam. A foglár már ki kellett volna, hogy nyissa a pellengért. Megtette, biztosította róla Jamie. Láttam, miközben átvágtam erre. Csak a fiú még nem szedte össze a bátorságát, hogy kitépje a szeget a füléből. Leesett az állam. Úgy érted, nem veszik ki belőle? Neki kell kiszabadítania magát. Ó, igen, felelte derűs nyugalommal Jamie. Még ideges egy kicsit, de gondolom nem sokára neki lát. a odakint, és egyre sötétebb lesz. Nekünk is mennünk kell, vagy csak maradékot kapunk vacsorára. Bicented Géli felé, és megfordult, hogy elinduljon. Várjatok egy kicsit, szólalt meg Géli. Ha már egy ilyen nagy, erős legény kísér haza, akkor küldenék veletek a kastélyba egy láda vízisóskát és egyéb növényt, amit Mrs. Fitznek ígértem. Mr. Megtevés, lenne olyan kedves? Jamie bólintott, és Géli felküldött egy szolgát a ládáért a dolgozó szobájába, egy nagy, kovácsolt vas kulcs átnyújtása után. Amíg a szolga úton volt, Géli egy pillanatra leült a sarokban álló kis íróasztal mellé. Mire a hatalmas faláda a rész leérkezett, megírta az üzenetét. Gyorsan leitatta, Összehajtogatta, és lepecsételte a gyertya viaszával, majd a kezembe nyomta. Tessék, mondta, ez a számla. Átadnád dugölnek? Ő kezeli a pénzügyeket, meg ilyesmi. Nehogy másnak ad, különben hetekig nem fizetnek ki. Igen, persze. Géli melegen átölelt, pár szóval figyelmeztetett minket a megfázás veszélyeire, majd az ajtóhoz kísért. Az eresz alá bújtam az eső elől, miközben Jamie felkötötte a ládát a nyeregre. Én már még erősebben zuhogott, és a vízfüggönyön szinte átlátni sem lehetett. Jamie széles hátát és izmos karjait bámultam, miközben különösebb erőlködés nélkül megemelte a nehéz ládát. Majd a pellengérre vándorolt a tekintetem, amihez a zsellér fiú, az újból összegyűlt tömeg bíztatása ellenére, még mindig oda volt szegelve. Persze ő nem egy fiatal lány volt, holdfény szín hajjal, de amit Jamie a nagy teremben tett, abból arra következtettem, hogy talán nem érzéketlen a fiú szenvedései iránt. E – Mr. Megtevés? – szólaltam meghabozva nem jött válasz. A kedves arc kifejezése nem változott, a széles szája nyugodt maradt, de a kék szeme az éppen meghúzandó szíra szegeződött. Jaj, Jamie? Próbálkoztam újból, egy kicsit hangosabban, mire azonnal felpillantott. Szóval tényleg nem megtevis a neve. Kíváncsi voltam, mi lehet. Igen? kérdezte, te, izé, elég nagy darab vagy, igaz? Érdeklődtem. Jamie ajkán egy fél mosoly derengett fel, és a fiú bólintott, láthatóan azon töprengve, mit forgathatok a fejemben. Elég nagy a legtöbb feladathoz, felelte. Ettől felbátorodtam, és mint egy véletlenül közelebb léptem, hogy a téren ácsorgók ne halljanak meg. És az ujjaid is erősek, igaz? Kérdeztem. Jamie kinyújtotta a kezét, és szélesebbé vált a mosolya. Igen, így van. Esetleg találtál néhány diót, amit fel szeretnél törni? Csillant a szemében ravasság és pajkosság. Egy másodpercre a téren álló nézőseregre pillantottam a válla felett. Inkább azt szeretném, ha egy rossz csontot húznál ki a pácból. A szemem Jamie kérdő, kék tekintetével találkozott. Meg tudnád tenni? Jamie egy pillanatra megállt, és rám merett, továbbra is mosolyogva, majd vállat vont. Igen, ha a szeg elég hosszú ahhoz, hogy meg tudjam fogni. De nem terelnéd el a tömeg figyelmét, nem szeretik, ha a dolgukba avatkoznak, különösen én, egy idegen. Nem számoltam azzal, hogy a kérésem veszélybe sodorhatja jamie és haboztam, de úgy tűnt, hogy ő a kockázat ellenére hajlandó megpróbálni. Nos, ha mindketten oda mennénk megnézni, és én elájulnék a látványtól, akkor szerinted... Mert hogy annyira nem bírod a vért? Húzta fel Jamie gúnyosan a fél szemöldökét, majd elmosolyodott. <laughs> igen, ez jó lesz. Még jobb lenne, ha a pellengéről esnél le. Valóban féltem egy kicsit oda pillantani, de a látvány nem volt annyira borzalmas, mint amire számítottam. A fület a felső részénél fogva szegezték oda, a széléhez közel, és a szögletes, fejetlen szegből olyan öt centi szabadon állt a testen kívül. Szinte semmi vér nem volt, és a fiú arcán egyértelműen látszott, hogy bár rémült és kellemetlenül érzi magát, de nincsenek nagy fájdalmai. Kezdtem úgy érezni, hogy Gélinek talán igaza volt, amikor ezt könnyű büntetésnek tartotta, a kors kód büntetés végrehajtási módszereit tekintve, bár ettől még nem tartottam kevésbé barbárnak a módszert. Jamie feltűnés nélkül közelebb baraszolt a bámészkodókon keresztül. Elítélően csóválta a fejét a fiút nézve. Látod, fiam, csettintett a nyelvével. Most jó kis találtad magad, mi? Az egyik nagy, szilárd kezét a pellengér fájára tette, mintha közelebbről is meg szeretné tekinteni a fület. Ó, fiam, jelentette ki bátorítóan. Ne csinálj ebből nagy ügyet. Gyorsan megrántod a fejed, és vége is. Segítek, jó? Oda nyúlt, mintha meg akarná ragadni a fiú üstökét, és lerántani a fejét. A fiú rettegve felsikoltott. Észrevettem a végszót, és hátra léptem, ügyelve arra, hogy rátapossak a mögöttem álló nő lábára, aki haragosan felsikkantott, amikor a bakancsom sarka ránehezedett a lábujjaira. Elnézést kérek, pihegtem. Annyira szédülök, kérem. Elfordultam a pellengértől, és két vagy három lépésen keresztül tántorogtam, elkapva a közelben állók ingúját. Csak 15 centire az emelvény szélétől szorosan belekapaszkodtam egy karcsú lányba, akit előre kiszemeltem, és magammal együtt lerántottam. Összegabajodott szoknyával, sikoltozva gurultunk a fűre. Végül elengedtem a lány blúzát, és szimpadiasan kikerültem, miközben eső verte a felfelé fordított arcomat. Az igazat megvalva, tényleg nem esett jól az uhanás. A lány rajtam landolt, és alig kaptam levegőt, miközben az aggodalmaskodó hangokat hallgattam magam körül. Feltevések, javaslatok és döbbent megjegyzések záporoztak rám sűrűbben, mint az égvize, de egy ismerős kar segített ülő pozícióba, és egy ismerős kék szempár nézett az enyémbe, amikor kinyitottam. A szemhéjak alig észrevehető rebbenése elárult, ahogy sikerült a művelet, és láttam is, amint a zsellérkölyök a fülére szorított zsebkendővel rohan a viskója felé, feltűnés nélkül, mert a tömeg az új szenzáció felé fordult. A falusiak, akik imént még a fiú vérét követelték, merő kedvességé változtak át, miközben felemeltek, és gyengéden dankenék házához vittek, ahol kaptam brandit, Teát, meleg takarót és együttérzést. Végül csak azért engedtek el, mert Jamie nyersen kijelentette, hogy mennünk kell, majd felemelt a kanapéról és az ajtó felé indult, vendéglátóink tiltakozására ügyet sem vetve. Amikor ismét maga elé emelt, az én lovamat a kantárjánál vezetve, megpróbáltam megköszönni a segítségét. Semmiség, leány! hárította el a hálámat. De ez kockázatos volt számodra, makacskodtam. Amikor megkértelek, nem tudtam, hogy bajod Ó, Ó, válaszolta Jamie homályosan, majd egy pillanattal később elvigyorodott. Ugye nem gondolod, hogy kevésbé vagyok bátor, mint egy kis szaszenák leányka? Ügetésre fogta a lovát, miközben egyre szaporodtak az árnyékok az út mentén. A hazaut további részében nem igazán beszélgettünk, és amikor a kastélyhoz értünk, azzal tett ki a kapuban, hogy további szép estét, szászenák asszonyság. De úgy éreztem, egy kicsit komolyabb barátság kezd köztünk kialakulni az almafák alatti plegykálkodásnál.